Köszöntök mindenkit, az Európa Liga legjobb 32 csapata között következik egy érdekes rangadó. Chelsea Sporting mérkőzés rendeznek ugyanis a Stamford Bridge-en, és ezt a mérkőzést választottuk ki így az első odavágók közül közvetítésre, hiszen izgalmas mérkőzésnek ígérkezik a két együttes összecsapása. Jön tehát a Chelsea Sporting mérkőzés, érkeznek a csapatok a pályára. Tét nyilván a legjobb 16 a 8-at döntőt az Európa Ligában, no meg az is ugye valószínű, hogy hát nem csak Chelsea, ugyebár a párharc esélyese, hát a Sporting sem az esélytelenek nyugalmával érkezett ide, nem látjuk, mit hoz meg az első mérkőzés. Nézzük tehát a két csapat összeállítását. A Chelsea együttesében a kapuban természetesen Mendy, Rüdiger, Silva, Christensen, James és Chilwell. A védelemben Jorginho, Kanté, a középpályán elő pedig majd a Havertz, Werner, Ziyech 3-as kezd majd. Így áll fel tehát a Chelsea együttese erre a mérkőzésre. Nyilván fontos a Chelsea-nek, hogy a portugáliai lisszaboni visszavágó előtt egy komolyabb előnyt felszedjen. Itt hazai pályán is bízunk benne, hogy tényleg egy jó meccset látunk majd, és meglátjuk a Sporting mennyire tud majd borsot törni. A Chelsea orra alá, hiszen azért a londoniak az egyik nagy favorit itt most már így az Európa Ligában, ami Európa Ligánkban természetesen. Nézzük tehát a Sporting kezdőjét. Adán a kapuban, Antunes, Svendal, Coates és Inácio Eto'o Porro, a védelemben Pálhinha, João Mário a középpályán. A mérkőzés pedig már kezdődik is, hát ugyanaz a taktikával mind a két csapat, meglátjuk kinél válik be, mindesetre Werner már megindul, és ez már helyzet is, itt az első percben Werner lő, ott is a gól. Hát ez nem tartott sokáig, megszerzi a vezetést Timo Werner góljával a Chelsea együttese. Rögtön a meccs elején beállultak a Sporting védői, nem volt nehéz dolga így Wernernek elmenni, és a második percben lecsap a német. Gyors gól, vezet a Chelsea. Paulinho fejel, Mario, Pálhinha. Paulinho, Pálhinha kapja. João Mário, Paulinho. Santos, megszerzi a labdát James, Jorginho tovább, Kanté. Kanté, remek labda, Werner. Werner a másik oldalra, megint ott Havertz. Ez helyzet így, Havertz be középre, Werner! Ó, mit hagyott ki? Könnyen duplázhatott volna így az elején Timo Werner. Marad azonban az 1-0 a Chelsea-nek. Adán. Inácio. Csak felíveli. Werner menne a lepattanóra, Svendal. Pálhinha. És ez úgy kimegy. Dobhat a Chelsea, Christensen, Thiago Silva, Mendy, Rüdiger, Jorginho, Werner, ez jó labda, Werner még, de hát túlságosan túlvitte, negyed óra alatt akár egy mesterárvacs is lukatott volna Werner, nem csak egy gólnál jár, Havertz, Kanté. Megvan a csele, Kanté, az jó, Jorginho, még Jorginho. Blokkba lőtte. González. João Mário, Pálhinha. Santos felé. Santos, be középre Christensen. Az a Mendyhez, Christensen újra. Thiago Silva, Jorginho. Kanté, Jorginho. Jorginho viszi még, Werner, Jorginho kérné vissza Svendal, Adán, Inácio, Adán, Havertz, Coates, Inácio, Pálhinha, Paulinho, João Mário,
Mocsalek, Joao Mário viszi, Mário helyzetben is lő aztán. De 11-es lesz, mert hogy felrúgta őt Christensen, hiába védett Mendy, büntetőt kap a Sporting. És Christensen kiállítja még mellé a játékvezető ember, hátrányba kerül a Chelsea. Ez így egy komoly hiba Christensentől. Baj még nem lehet a Chelsea-nél, hogyha Santos kiadja ezt a büntetőt. De nem hagyja ki. 1-1. Mendy nem tudja védeni, úgyhogy kiegyenlít a Sporting Santos góljával 1-1. 28. percben. Hirtelen nagyot fordult az élet a lisszaboniakkal, hiszen emberölönybe kerültek és ki is egyenlítenek. Werner. Werner nem tudott átjutni. Feddal. Pálhinja. Mario. Porro. Porro be középre, González még. Chilwell. Havertz mehet tovább. Werner viszi. Mondhatja Havertznek. Havertz. Vissza Wernernek, Werner emel, és bemegy. 2-1, ismét vezet a Chelsea. És megint Timo Werner. Igaz, ez már a negyedik nagy zicsere volt, de abból a második gólja. Itt megkapja a labdát, megint egy Sporting védekezési hiba, és aztán szépen alá emel és átemeli. Ezzel a kapus szép gól volt, 2-1, megint vezet a Chelsea. Egyelőre a londoniak ős egyértelműen Timo Werner. Coates, Pálhinja. James. Kanté. Pálhinja. Mondhatlan labda, Jorginho, Werner. Werner sarokkal, de rosszul, Coates. González. Beadnál González, lesz ebből így majd egy bedobás, Porro. Paulinho. Mendy véd nagyot. A lövés után. Kanté. Werner. Werner, az jó, Zies. Vissza Wernernek. Antunes. Porro. És most ér véget az első félidő. 2-1-re vezet a Chelsea. Folytassuk tettekre a második félidővel. Chelsea Sporting 2-1. 2-1-re vezet a Chelsea Sporting ellen. Az Európa Liga legjobb 32 között. Havertz helyre érkezett. Mant egyébként. És Mendynek kell védeni éleszögből Paulinho lövését. Ezzel indul a második félidő. Lukaku is jött, illetve Saul. És beállcsereként tehát a Chelsea együttesébe. Lukaku. Lukaku jól megy el. Lukaku még jó csel. Ott a lepattanó még. És aztán Pedro Porro. Kirúgja inkább egy szögletre. Jorginho. Csak Mountnak. Mount beemeli. Jön James. James-től elveszik. Santos. Santos viszi. Na, ez helyzet lehet akár. Santos beteszi. González ígyszerben. González veszi át és be is rúgja. 2-2. Kiegyenlít a Sporting. González is gólt szerezt át, óriási labdát kapott itt Santostól. Átveszi, és Mendynek nem volt esélye most. Santos gólpassz után, illetve gól után gólpassz, és Pedro González pedig most gólt szerez így. 2-2, megint egyenlít a Sporting a Stamford Bridge-en, nagy bajban a Chelsea. Jorginho. Lukaku. Lukaku még mindig. Szabadrúgás lesz majd. Mount lő nagyot, mellé megy. Szabadrúgás. Adam.
Porro. Coates. Lukaku. Werner. Paulinho. Paulinho. Paulinho viszi el Rüdiger mellett, és viszi még Paulinho kapura. Paulinho gólhelyzetben beteszi. Jön González, de ezt már nem tudja berúgni, mert hogy Mendy kivédi. Marad a 2-2. Jött a szöglet is Coates felé. És még mindig ott a labda. Paulinho. Nem lövi rá. João Mário. Ő sem még. Lukaku. Mount. Ez jó, Saul. Saul, nagy labda, Werner ugrik ki. Vagy ugrana ki Werner, Inácio üldözi. Nem tudja bántani. Werner a 16-oson belül, lövés, mellé megy. Nincs a Megamester 3-as egyelőre Timo Wernernek. Adán. Adán meg elpasszolja, ez hiba volt, Mount, Porro. Hú, mekkora labdát adott viszont most Porro. Santos nyargal a kapu felé, Santos. Santos tud lőni, óriási gól. Megfordítja a mérkőzést a Sporting Santos bomba góljának köszönhetően. Ezt nagyon eltalálta. A második gólja a meccsen. Egy gólpassz mellett. 3-2 a Sportingnak. Nagyon nagy labdát kapott itt Santos, és nem passzolt. Inkább olyan 16,5 méterre rálőtt, de nagyon kilőtte ott azt a felső sarkot. Nem tudta védeni Mendy. Nuno Santos góljával, tehát 2-3 vezet a Sporting először a párharc során. És továbbításra is állnak ezzel a portugál, de még van ugye visszavágó is. Chilwell. Paulinho, González. Rüdigeren túljut González. Át a másik oldalra. És még mindig ott a labda, mellé megy. Azt a mindenit mi maradt ki. Nagy szerencséje volt most a londoniaknak. Hát egyelőre annak köszönhetően, hogy ember előnyben játszik a Sporting, ezt kihasználják a portugálok. Jorginho. Saul. Lukaku. Mind a két játékos csere volt. Werner. Ő meg duplázott, de emellett rengeteg helyzetet kiadott. Jön a beadása. Saul fejei! Gól! 3-3! A csereként bálott Saul kiegyenlít. Ráadásul nem ő az egyik legmagasabb tagja a mezőnynek, de az ő fejes góljával 3-3. És Werner a gólja után most ad egy gólpaszt. Ez belőtte így középre, és két Sporting játékos között tudja befejelni Saul. Szép fejes volt egyébként, de azért itt a Sporting védőinek a felelőssége. Azért megkérdőjelezhető itt most Paulinho. Hogy ezt hogy tudták engedni, hogy onnan Saul fejálljen. Paulinho lőtt a közben nagyon fölé a labdát. Mendy. James. Saul. Megint James. Lukaku. Lukaku. Werner. Werner még jó a labdát vétele. Saul. Még egy jel tovább. Mindig ott a labda. Jorginho. Mount. Mount lő. Adán. Nagy helyzet volt. Feddal. De Adán védett. Feddal. Megindul a védő. Feddal még. Viszi még az algériai. Feddal. Nem tudott pontosan passzolni. James. Werner. Lukaku. Jorginho. Jól emel alá. Werner. És mehet a Chelsea, hogy megnyeri a meccset. Ott a lecsorgó még. Adán. De befújja a játékvezető a büntetőt. A 91. percben Paulinho szabálytalankodik. 11-est kap a Chelsea. 3-3-nál az első meccsen. Óriási hiba. Ott. És Saul Nyigez harcolja ki. De nem ő lövi, hanem Werner. Na lesz-e mégis olyan Chelsea győzelem ezen a meccsen? Werner. Ő lövi. Kapufáról kijön, kipattan. Ó, attból meg ott a gól. És ezzel véhetően nyer is a Chelsea. Saul. Aki kiarcolta. Aranycsere lett itt Saul Nyigez. Werner a kapufára lőtt a büntetőt, ekkor már úgy nézett ki, felélegezhetnek a Sporting játékosok, de jött Saul és estében valahogy be tudja rakni azt a kapuba, azt a labdát. Belsővel szépen elteszi Adam mellett. Aztán utána megint felrúgták egyébként, de nem érdekelte. 4-3. Vezet a Chelsea.
És véletlenül az első meccset meg is nyeri. Nagyon nehezen, kinkeservel, de egy nagyon izgalmas és gólgazdag meccsen 4-3-ra. Hát, egyelőre a legjobb 32 egyik legjobb meccsét látjuk most, az egészen biztos. Közel állt a bravúrhoz, de ember hátrányban is vereséget szenved a Stamford Bridge-en a Sporting. A hajrában Saul duplája kellett ahhoz, hogy a Chelsea ezt a meccset 4-3-ra megnyerje. Az a játékos, akire azért nem sokan számítottak, de ő lett a hős. Werner két gólja mellett sok zicsert, meg egy 11-est is kiadott, de összességében így is nyert 4-3-ra. A Chelsea együttes a Sporting ellen.